finom, lekvár, ami jó. Ha vajas kenyérrel eszed, vele bajusz csinálható. Ho-ho-ho, vele bajusz csinálható. Azok, akik Pátyon a Kossuth Lajos utcában sétáltak, és a pince egy felé vették az irányt, és a hagyományok háza mellett sétáltak el, ha szerencséjük volt, akkor belefuthattak egy lekvárfőző versenybe, ahol akár zsűriként is részt vettek. A szervezők célja hagyományteremtés volt, hiszen a gasztronómián keresztül lehet a leginkább a hagyományokat őrizni. Nagy leszel, ó, tőlem nagy leszel. Mert lekvár van barack, és lekvár van szeder, ha kapsz egy nagy. Ezt a napot úgy terveztük, hogy egy nagy mennyiségű szilvát főzünk, amit a kedves látogatók jöhetnek majd üvegekbe rakni, illetve a gyerekeknek játszóház lesz, és az idén vagy háznál elrakott lekvárjaikat pedig elhozhatják egy versenyre, amire majd háromtagú zsűri fogja eldönteni, hogy melyik háziasszony nyer. Ezt a napot elsőként szervezzük így szilvalekvár főzés szezonban. Sorozata annak a rendezvénynek, ami egész évben történik itt a házban. Tehát mivel most szilva szezon van, szilva érés ideje, most a szilvalekvárral szeretnénk bemutatni. Egy ilyen élés kamera feltöltés címmel szerveztük ezt a napot. Én nem vagyok egy tapasztalt lekvárfőző, sőt azt sem tudom, hogy kell készíteni, viszont egy tapasztalt lekvárkóstoló viszont igen, és meg tudom állapítani az illat alapján, hogy ez biztos nagyon finom lesz. Kérem, árulj el a titkot, hogy hogyan készül, hiszen hogyha az illat jó, akkor nyilvánvalóan az íz is. Igen, hát fontos, hogy a megfelelő gyümölcsöt válasszuk ki. Ez egy Szabolcsból származó nagyon jó húsú gyümölcsöt sikerült beszerezni, és előző nap már előkészítettük olyan formán, hogy magoztuk, illetve aprítottuk, és hát ez egy egész napos program, mire ebből egy sűrű lekvárt tudunk előállítani. Mivel ez jó a zamata a gyümölcsnek, úgy érezzük, így cukormentesen igyekszünk el, tehát nem fogunk hozzátenni se tartósítószert, sem pedig cukrot, tehát abszolút fontos, hogy megfelelő kezeléssel, tehát olyan üvegekbe kerüljön, és akkor teljes mértékben eláll nekünk ez télire. Jó alapanyagot biztosítanak a pátyi kertek? Hát a pátyi kertek biztosan tapasztalatból, illetve az idősebb asszonyoktól látjuk, hogy ők még művelik a kertjeiket, illetve mindent igyekeznek betárolni, ami csak lehetséges. Van még tanulnivalónk nyilván tőlük, úgyhogy biztatjuk őket, hogy adják át azt a tudást, amivel ők még rendelkeznek, afelől, hogy mit és hogyan kell betárolni télire, hogy megfelelő élelmiszer legyen az unokáknak, illetve a dédunokáknak az asztalon. Lekvár főzőverseny, megbeszélte a zsűri, hogy mi lesz az a szempont, ami alapján vizsgálják a különböző készítményt? Hát igen, várjuk ugye a különleges lekvárokat, tehát amit már tudunk, hogy más fűszerekkel, például a szilvalekvárt mentával, vagy eper levendulával, vagy ilyenekről tudunk, amik érkeznek, illetve hogy milyen az ízösszetétel, mennyire édes, mennyire felel meg az aroma annak a gyümölcsnek, amit éppen elraktak. Jó dolog zsűrinek lenni? Tehát hogy csak a lekvárt kóstolják, vagy pedig rákenik egy palacsintára, vagy kuglófra? Hát ezt nem tudom, majd a zsűritagok eldöntik, hogy ők hogy szeretnék. Nyilván jobb, hogyha esetleg majd a kisült kenyérrel ezt meg is kóstoljuk igazából. Kiből áll a zsűri? A zsűri a polgármester úr lesz, illetve két háziasszony, nagy tiszteletű háziasszony a faluból. Csak pátyiak nevezhetnek erre a versenyre? Hát hirdettük, elsősorban ugye a helyi újságban, de nyilván most már az internetes fórumokon is, úgyhogy bárki nevezhet, igen. A győztes egy zombori kerámiát nyer, ős dzsambéki fazekas tálakat fognak nyerni. Ez egy gluténmentes kukulófrász, ugyanis gondolunk az ételallergiásokra is, ez gluténmentes lisztből készül, gluténmentes vénuszmargarinből, kecsketejből,
gluténmentes sütőporból, vaníliás cukorból, mondjuk igaz, fehér cukrot használunk hozzá, tehát mondjuk a cukorbetegek ezt nem ehetik. Agyag kuglóformába sütjük, rakjuk és kemencébe fogjuk kisütni. Úgyhogy szerintem ez egy kelléke a lekvár főzésnek is. Tehát a így van, hát a lekvár önmagában nem ér semmit. Így van, hogyha nem adunk hozzá süteményeket. És a kuglóformát, ugye nem használunk glutént, zsemlemorzsát, ezért kukoricalisztát fogjuk kiszórni, vagy beszórni. És ez is teljesen adalékmentes. De ahogy hallom, ez egy kipróbált dolog. Ez egy kipróbált dolog, ugyanis én vétel allergiás vagyok, élelmiszer allergiás, glutén érzékeny meg laktóz, és évek óta a kecsketejet iszom, és ezt egy kipróbált receptem ez a gluténmentes kugló. Mik a visszajelzések azoktól, akik megkóstolják, és esetleg... Hát először is ugye, mert hozzá vagyunk szokva a mindenféle adalékanyagokhoz, ami ugye tulajdonképpen az agyunkat csapják be, mindenféle idegmérgeket tartalmaznak, hogy finom ízeket érezzünk. Hát először is mindenkinek az a benyomás, hogy nagyon fura az íze. Tehát ez érthető is, mert nincs benne adalékanyag. Tehát... A kukorica, elszoktunk már ugye a kukoricától, nem nagyon használunk kukoricás dolgokat, pedig a bélrendszernek biztosan nagyon, ez az egészségügyi dolgozók, vagy az egészségügyi dolgozók ezt biztosan nagyon jobban tudják, mint én, mert én csak használom és ilyeneket fogyasztom. Aztán, mikor megkóstolták, akkor egy idő után hozzászoknak, mert ugye évek óta már visszajárnak ide, és igénylik meg itt a közösségben is, szeretjük ezt a gluténmentes kuglókat, vagy süteményeket. De gyorsan elfogy, nem? Egy jó, nagyon gyorsan. Ezzel nagyon gyorsan elfogy, így van, pontosan. Egy kuglóf készül csak? Hát egy kuglóf készül, mert készül kenyér, akkor mit sütünk még? Kalácsot sütünk, már nincsen hely, mert nagyon korlátozott hely van a kemencénkben. Korábban volt szerencsénk látni azt a folyamatot, amikor ezek a lekvárok készültek. Mi lesz a most bedobozolt szilva lekvár sors? Akik részt vettek a versenyen, ők is kapnak adományt, illetve mi is fogjuk használni a szilva lekvár. Buktát csinálunk belőle, és palacsintát, például holnap palacsintát főzünk, és ahhoz használjuk. Mennyi ideig lesz elég, hiszen két nagy kondérba készült a lekvár? Hát nem tudom, mert most először csináltuk, 100 kilót, egy mázsát dolgoztunk fel a két üstben, és hát most majd meg kitapasztaljuk, hogy mennyire lesz elég, de gondoljuk, hogy jövő ilyenkorra talán elfogy. Már hallottuk a visszajelzésekből, hogy kellett volna ezt a lekvárt is nevezni, mert hogy nagyon finom, ez teljesen natúr, cukor nélkül készült szilva lekvár. Az édes szájú látogatók kifejezetten jól érezhetik magukat itt. Hosszú távon mennyire nemes teher a különböző készítményeket megkóstolni? Szerintem nagyon jó dolog. Én szeretem a lekvárt, és számomra ez egy különleges dolog. Főleg az, hogy a hagyományokat szeretnénk újra visszahozni, és hát ennek a Magyarok Szövetsége és ez a ház, amit kijelöltünk erre, ez kimondottan alkalmas. És ők is most szervezték meg ezt a lekvár főző versenyt, 22 lekvárt hoztak be értékelni, és hát felkértek engem is, hogy zsűrizzem. Nagyon ízlettek. Tapasztalt lekvárkóstoló, a polgármester? Nem mondhatnám. Szeretem a jó lekvár, de nem vagyok mindennapos lekvárevő. Régen Págy környékén nagyon sok gyümölcsös volt, és a Mézeshegyen, a Dobogón, az tele volt gyümölcsösökkel, és nyilván, hogy a megmaradt gyümölcsöt, azt az itt lakók elrakták, és úgy értékesítették, úgyhogy nagyon finom és nagyon jó lekvárokat készítettek itt Pátyon. Ma már kevesebb talán a gyümölcsös, de most mintha újra kezdenék az emberek a telepítést is, és a hasznosítását is a gyümölcsnek. Önnek melyik fajta lekvár ízlik jobban? Az, ami valamilyen szinten újdonsággal ötvözött, vagy pedig a régi idők ízei? Nekem azok is ízlenek, amik csak kimondottan egyfajta gyümölcsből készülnek, de természetesen kevés, vagy egyáltalán cukor nélkül, mert hát a cukor annyira nem túl egészséges. De nagyon sok olyan lekvárt hoztak most is, amiben nagyon kevés, vagy egyáltalán cukor nincs. És azok is ízlenek nekem, amik valamilyen harmonizáló ízzel
vannak. Például van itt egy olyan, ami eperlekvár levendulával. Na most ezek olyan jó ízt adnak még a gyümölcsnek, hogy nagyon érdekes, nagyon tudom ajánlani. A megkóstolt készítményeket értékelni jól vizsgáztak azok a lekvárkészítők, akik neveztek erre a versenyre? Jó, szerintem a 22 lekvárból mondhatom azt, hogy a kétharmad része igen komoly versenyszám volt. Tehát értékelhető, nagyon finom, jó ízek, egyedi ízek.